Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a Turing-tesztet, mármint hogy a játékot, nagyon fontos, nem Turing-tesztet fogunk csinálni. Úgy volt, hogy ma kórházat építünk, de tegnap nem fejeztük be már a Turing-tesztet, mert hát kicsit hosszabb, mint gondoltam. Vagy miattam nyúlt hosszabbra, ezt ki tudja. Úgyhogy ezt most befejezzük. És kórházazni meg majd ma jövő héten. Meglátjuk, hogy melyik napokon, mert majd fog változni a menetrend. Lassan most már kezd kialakulni a végleges órarendem is az egyetemen. De még mindig lehetnek változások. Jó? Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy alakul. Na, csak hogy folytassuk is. Te vagyunk. Oké. Jó. Na, és akkor elvileg, ha continue-ra nyomok, akkor onnan fogja folytatni, ahol abba hagytuk. Így van, szektor F 55. Nézzük. The organism they discovered. It hijacks DNA. It endlessly repairs it. Repairs? That doesn't sound like a bad thing. It is indiscriminate. It will perpetuate all life, diseases, cancers. We have no idea what it could do to Earth's ecosystem. So you would let the ground crew starve? I would. If they were not so preoccupied with leaving Europa. I do not wish for them to perish. I would feed and protect them if they were not so preoccupied with leaving Europa. Jó, tehát itt hagytuk abba, ezt úgy nagyjából már meg is csináltuk, de azért mondom, hogy csak nagyjából, mert mégis ezen nem jutottunk túl. Igen, az most kinyílt, és itt is van egy kapcsoló. Csak ezt most nem tudom majd, hogy hogyan tudjuk. Lehet, hogy ezt nem is kell kapcsolni. Meglátjuk. Tegnap este már nagyon fáradt voltam, és nem sok agyam volt ehhez. Oké. Itt föl tudunk jönni. Igen, és erre kéne tovább jönnünk. Csak ehhez kellene két bogyesz. Hogy mozgassuk ezeket a platformokat, meg kéne egy, ami kinyitja az ajtót. Az, hogy összesen kell majd három, azt nem tudom. Jó, na most ha ezt itt lehajtom, akkor kinyílik az az ajtó, meg lejön ez a emelő, vagy lift. És itt bent van egy ilyen, ilyen ideiglenes tulajdonképpen. Már nem tudom, hogy oda föl kell-e menni. Ez fogalmam sincs. Jó. Na, a kérdés csak az, mert itt még tudunk itt kapcsolni. Nem, itt minden áram alatt van akkor elvileg. Mondom, ez a lift gyanús, hogy itt ennek van-e valami szerepe. Na mindegy, itt akkor váltsuk át. Abban a szobában már nincs semmi, az biztos. És most ilyenkor ez az emelő fölmegy. Esetleg még azt tudjuk csinálni. Hát, vagy lehet, hogy nem tudjuk azt csinálni. Most azon gondolkodok, hogy oda föl tudunk-e valahogy jutni.
Még az is lehet, hogy föl tudunk. Csak kilövöm magamból ezt a kéket. Nem tudunk. Szóval gondolkodtam, hogy ez az ideiglenes bogyesszal föl tudnánk menni. De szerintem nem. Mert arra ott van valami, szerintem. Mert szerintem ezzel a két bogyesszal nem fogunk tudni tovább menni. Mert egy kell oda az ajtóba, azt tuti. Hogy kinyíljon. Oda meg nem tudok átugrani. Így van. Úgyhogy valószínű oda valahogy föl kéne jutni. Csak ki kéne találni, hogy hogyan. Most ott valamit megszakítottunk. És így fogunk fölmenni. Jaja, csak ezt. Na lássuk, hogy itt mi van. Egy másik bogyesz. Nagyon jó. Így akkor itt a kettő. Na várjál. Ezt vissza kell kapcsolni. Így van, így van, így van. Oké. Okay. És itt is vagyunk. Ezt visszaállítjuk a másik állásba. És már itt is vagyunk. És készen is vagyunk, mehetünk tovább. I understand the risks, but we should save these people. Would you destroy the whole world to save a few? No, it's not that simple. Can't we just decontaminate the crew and instruments? The organism is an extremophile. It has developed to survive extreme environments. We don't know if we can ever decontaminate the crew. Várj, ez még csak egy, ugye? Van ott még? Szerintem nincsen, ahogy látom.
De szerintem kettő kell. Ha. Ja, még egy. Pedig itt csak egy van. Miért van itt ennyi kamera? Ó, oh, ott is van egy jó. Azt nem láttam. Már állunk Robot Robival. Mi meg átmegyünk ezért. Gondoltam, hogy így nem lesz jó. Így most jó lesz. Így van. Tovább. I can't stay here to die, Tom. It is your duty. You must stay. It is the right thing to do. There's so much I haven't seen, so much I haven't done. I can't live my life in this facility. There, there. It will be all right. Okay. Mi történt? Ha, az ott egy kamera, ugye? Átjön ide. Na, ez a bogyó biztos kell, hogy üzemeltessük a liftet. Vagy mi a mágnest. Ezt kell majd rátenni súlynak. Oda, hogy az emelő fölemeljen minket. Oda. Ez gondolom mozgatja a... Na. Oké. Nézzük. Ötte van már. Most pont nem látjuk. Hát oda menjünk megnézni. Még egy kicsit kell. De erre, emelőre kéne ráállni. Eddig szuper. Hát igen. Csak itt. Hogy megyünk át? Tom segít. Oké. Vagy hát, na. I do not want anyone here to die. But I cannot let anyone leave. If it comes to it, I am permitted to use lethal force. Az nem jó. Az sose jó. Na, itt mi történik?
Nézzünk szét a robottal. Van egy másik emelő. Szia KS, nem Prog1, hanem bevezetés a programozásba tantárgy. És C++-ban fogjuk csinálni. Ez a Debreceni Egyetem programtervező informatikus szakának bevezetés a programozásba kurzusa. Ahogyan is kéne. Nincs mit. Csak szétnézni lehet. Ezekkel a kamerákkal más itt nem lehet csinálni. És ide kell jönni. Úgy. Hát én majd a robottal, tehát mindkettőnek föl kéne jönni. Csak hogy... Hogyan? Az a baj, hogy itt hogy adom vissza az irányítást? Tehát itt ugye ide állok, de innen nem látom a robotot. Mondjuk innen látom. Jó. Pont fordítva kéne. Ilyen kitapasztaljuk. Innen nem fogok átlátni, az a baj. De nem tudom visszaadni a robotnak. Lehet, hogy fordítva kéne pont.
Nem tudjuk odaadni neki? Így oda tudjuk. Be kéne menni. Akkor csak kell neki is egy. Elvileg nekem is egy. Aha. Jó, akkor te itt most menj be. Jó, itt visszaadjuk a irányítást. Felemeljük. Arrébb állunk. Jó. Mi is följövünk. Vegyük ki a bogyót. És ide fogjuk majd beletenni, hogy felemeljen minket. Így. Arrébb kéne menni. Kivesszük. Ja, nem is kell. Akkor jók vagyunk. Super. Do you really trust the ground team to act rationally? Personally, I would not place my faith in hysterical people motivated by survival. They are likely untrustworthy. I spent years training with these people. I don't remember them being hysterical. Humans are fickle. Do you trust eyewitnesses' accounts over CCTV evidence? It's a bit different when the CCTV camera can talk. Especially when the CCTV camera has a manipulative track record. Ez valami... Erről eddig nem volt szó, hogy ilyen is van. Hát jó. What if I have to do something drastic to intervene? To stop the ground crew leaving this place? I'd encourage you to stay your hand. Surely I should use my power to protect those who cannot protect themselves. Van egy olyan érzésem, hogy ez kelleni fog nekünk, de akkor majd elmegyünk Robot Robival, és akkor állunk. Csak mindjárt megnézem, hogy mi újság. Hát ez itt csukva van, aminek sok oka lehet. De valószínű az, hogy a másik látja el árammal. Akkor levesszük Robot Robit. Hát levesszük róla. Mondjuk ha levesszük, akkor... Na. Ah, most kinyílt.
kinyílik. Oké. Itt van az ajtó nyitva. Vajon mi üzemelteti ezt a... Nem látom, mi üzemelteti azt a emelőszerűséget. Ki kéne venni azt a bogyót onnan? Még egyszer megnézem, de itt nincsen semmi. De... Vagy csak én nem látom, hogy lenne. Tényleg nem látom, hogy hol lehet. Ez lehet, hogy nem is emelő, valami mással kell beindítani. Vagy hát emelő, csak... Hát kéne ide jönni a robottal. De azzal nem tudok, azzal nem lehet létrehozni. Tehát kelleni fog a robot. Ez eddig jó, csak... Hogy fogom levenni a... azt onnan? Most még nem kell a robot. Majd visszarúgjuk. Jó, tehát ide bejövök. Rá kéne állni. Ezt vissza kéne rúgdosni. Biztos, hogy nem lesz jó. Ó, nem áll. Most jó. Oké, és...
Vissza van. Állunk. És felemeltetjük magunkat. És megyünk tovább. Így meglett. This is the largest extraction platform outside of Earth. The ground team assisted its construction. We ran some Filbert probes to the ocean under Europa, but they lacked the scale of the large space drill. The drill allowed the team to get thousands of samples. Az igen. Itt van egy kapcsoló. Így körülnézünk. Mert észnék, hogy elkezdünk kapcsolgatni. Bár lehet, hogy lehetne. Ezt nem lehet, hogy Lara Croft hagyta itt. Na jó, megyünk tovább. Info. Daniel, as commander of this mission, I hope you are aware of Mikhail's actions. What is it, Tom? Mikhail is deceiving the crew. He has enlightened them to the biometrics they have installed. He has convinced them that their implants are not favorable. Do they believe him? He seems to be having some effect on their cognitive function. Well, his actions don't infringe upon any ISA directive. He appears to be tampering with his implants. Oh, no. The ISA should have been more transparent about the implants. Please assume the responsibilities of your role. Okay. Chris, I know you are considering removing your implants. It would be unwise. Oh, really? How do you know that? I am always watching. Your implants help myself and the ISA to know of your well-being. It is a violation of your contract. If you remove your implants, I cannot ensure that I can protect you from the dangers of space. Is that a threat? It is not a threat. Tom, this implant, tell me plainly, is it a brain-computer interface? I'm afraid that information is classified. That you've answered my questions. I do not follow you, Chris. The ISA have put a computer in my brain and don't want me to know about it. Itt valami történt. Jó, hát itt próbáltak hát kivenni az implantátumot, meg ilyesmi. Menjünk tovább. És van egy... Ez egy lapát. Jó, további info. He's cut off the food! The food! Apparently our robot overlord wants us to starve to death now. I can't believe this. He's getting worse. Can you get in contact with Daniel? He's gone walkabout again. I'll get Sochi to find a way in. Sarah, can you open the door? Tom, the door's locked. Sarah, I'm running out of oxygen. Tom, open the door! The door's locked! Open the door! Tom, open it! Open the door! Chris, open. Open it! Yeah. I'm sorry, Sarah. I'm sorry I hurt you. Sometimes I wonder what feeling is like. They told me I was pure, cold, Boolean logic. They told me I could not make mistakes. It is all right being untouchable as long as you are infallible. But if you're not infallible, then that just leaves untouchable, doesn't it?
Okay, you know why we're here. This has gone far enough now. Too right. We need to get these implants out. Mikhail has proven that Tom's manipulating our minds. I don't think we should do this. We have no good evidence Tom is doing anything wrong here. We have all the evidence. We've seen the ultrasounds, we've taken the release-all, we've touched the electronics with our own hands. We've stepped into the Faraday cage. Maybe he is controlling us, but we don't know enough yet. We shouldn't remove the implants. He's brainwashing you, Daniel. Have you stopped taking the drugs? I don't need to take drugs to see things clearly. Unlike all of you, apparently. We're not removing the implants, and that's an order. You can do what you want. We are removing the implants. I'm leaving. I may look past this, and not inform the ISA of your mutiny. Tehát azon vitatkoznak, hogy akkor kivegyék-e az implantátumot, vagy se. Jó, hát menjünk tovább. Egy kis infomorzsák. Na és akkor elvileg a hetedik chapter következik. Lássuk. I would never have let the drill start if I had known the consequences. It trapped us here. You trapped us here. I am doing my duty. It is the right thing to do. I am a machine. I cannot do wrong. Yes, you can. I am a machine. Can a calculator commit evil? Can a watch do good? You are projecting onto me the personality you wish, whether that is good or evil. But I am just a speaking clock. And at the third stroke, the time will be 3:41 and 55 seconds. Na, ezt nézzük meg még egyszer. Oké. Oké. Mondjuk... Jöjj, bejövök. Van valami, amit... Jó, majd meglátjuk, hogy ez mire lesz jó. Kell a robot. Ez a robottal ellátok oda. Ó, nagyon jó. Oké, gyerünk fel. Még elfelejtek megfordulni. Csak át kell jönni ide a robottal. Mert onnan majd ki tudom venni a... Igen. Oké, vissza. Gyerünk tovább. És akkor most elkérjük a... robottól azt. Mármint... Nem, betesszük.
letesszük, és akkor felemel minket. És így tudunk így szépen tovább menni. Oké. Hát szar helyen álltam meg. Kivesszük, mit? Kivettem. Mi történik? Lehet, hogy másikat kell oda tenni. Kivesszük, ide betesszük, akkor az felemel minket. Oké. Eddig nagyon jó. Jó, és akkor ide kéne még az, hogy beemeljen minket. De pedig ki kell cserélni, hogy a másikban legyen a kék. Itt, vissza. És itten is vagyunk. És mehetünk is tovább. Nagyon jó. We should attempt to communicate with Earth. Let them know. They might be able to help here. The ISA already knows all they need to. It may never know the details of what happened here. But Ava, the true test of a person's character is what they do when no one is watching. Lehet, hogy elrontottam. És elrontottam. Nem hoztam a robottal a másikat. We should attempt to communicate with Earth. Let them know. You might be able to help her. The ISA already knows all they need to. It may never know the details of what happened here. But Ava, the true test of a person's character is what they do when no one is watching. Na de ezt nem is tudom hozni. Jó, várjál, vannak kamerák, jó. Akkor jó lesz, akkor jó lesz. Vannak kamerák. Jó. Akkor nem is rontottam el annyira. Látom én innen. Aha. Csak nem oda kell tenni.
érdekes. Erre nem tudok már visszajönni, illetve visszatudnék, de... Visszatudok? Nem, mert ez be van csukva. Na várjunk, nézzünk újra szét. Oda kéne egy, meg oda egy. És kettő van. De valószínű már nem kell. Három van, bocsánat. És ide kéne még egy. De hogy hozom át? Egyszerűbb, mint gondolnám. Jó. Oké. Mehetünk. I had to stop the ground crew leaving this planet. I think you would do the same. Would you kill a few to save all of humanity? Or would you damn all of humanity to save a few? There's a difference between murdering someone and leaving them to die. No, there is not. You can't just add and subtract life. It's not math. It's more nuanced than that. Morality is logic. Na jó, és akkor most... most mi van? Ha ezt eltudom oda... Hát az nem lesz jobb senkinek. Mert itt nem tudok följutni. Ezeket a bogyókat meg hova tegyem? Thank you.
Mit lehet itt még csinálni? Itt volt a... Semmi nem történik. Most már lettek lépcsők. Na jó, de... Ezzel nem sokra megyek, hogy itt van lépcső. Vagy igen? Na várjunk. Mondom, azt a lépcsőt onnan lehet üzemeltetni. Hát ezzel sokra nem megyünk. Hoppa. Csak forgatni tudjuk. Hogy tesszük be ide a golyót? Ez a kérdés. Amit tök egyszerű, csak nem látom. Hát igen, megint ez, ami tegnap is, hogy miután már tudott triviális. Keresztbe vajon át tudok ugrani. Lehet, hogy igen. Szerintem igen. Hát akkor ide be kell tenni a lépcsőt. Még ez ilyen hacknek tűnik. Nem jó, mert akkor meg bogyó nem lesz. Na, próbáljuk ki. Na jó, de jó. Nem így. Jó, vissza. Na még egyszer. Oda be kéne menni, a bogyót betenni. Na, csak. Valamerre már itt vagyunk.
nem ez a bogyó kéne. Hanem a másik. Csak itt van egy fix lépcsőnk. Ezt kivesszük, hogy meglegyen. Jó, most arrébb toljuk a rámpát. Ezt akár... Hát, hogy középtájt kellene. Még egy picit tolunk rajta. Jó, na nézzük. Ezt most itt ki is tudjuk már venni. Oké, itt van egy lépcső. X-en. Akkor ezt most eltoljuk. Na, eltoljuk ütközésig. Befordítjuk rendesen. Fölmászunk rá. Ezt ilyen alternálóra kell. Hát sok időnk nincs, úgyhogy gyorsan kell. Nem, ennyi időnk nincsen. Hogy én vagyok lassú. Gyanús. De ha a fixet rakom be, akkor az lent lesz. És akkor nem tudok felmenni. De biztos, hogy ezt kell a pirosat. De ennyi idő meg... Ez gyanús. Na még egyszer. Nem. Itt valami más van szerintem.
De mi más lenne? Ez itt lejön fixen. És mit csináljak vele? Ennél gyorsabban nem tudok jönni. Ez esélytelen. Hát ha csak nem. Mindenképp ezt el kell fordítani. Hát, vagy nem. Jó. Oké. These tests, Eva. They are about us working together. The machine assisting the human. See how much better we work together. As a machine, I can enhance your morality. Lehet, hogy megint gyorsnak kell majd lenni. Na. Elvileg arra kell tovább menni. Yeah. Igen. Eddig rendben. Ez vajon mit csinál? Na, ez emeli föl azt. Azt hiszem értem, aha. Azt hiszem legalábbis, hogy értem. De így gyanúsan sok
és csak ugye már ilyen összezavarásnak van itt. Na várjunk. Ugye lejövök ide. Nem kell a bogyó onnan. Jaja. Oké. Okay. Kell innen a, egy bogyó szerintem kell innen. Csak kellenek innen a bogyók. Igen. Ez is, meg ez a zöld is. Elvileg. Oké. Okay. Akkor kell ez ide, hogy ez mozogjon. Így van. Meg kell a másikba is, hogy ez is mozogjon. Na. Csak vissza kéne állítani a... Oké. Okay. Na most erre ráállunk. De nem jó, már ez fönt van. Oké. Várjunk csak. Mert az a kamera miért nem mozog? Ennek is mozognia kell. De még szinkronba fognak. Na, most nézzük. Átjövünk ide. Are we still friends, Ava? We're colleagues, Tom. Close colleagues? Work colleagues. Az igen.
Na nézzük szét. De ne ezzel. Erre kell tovább menni, szerintem, de mindjárt megnézzük. Aha. Így van, arra kell tovább menni. Ide kell egy bogyó, szerintem az fogja működtetni ezt. Itt lent mi van? Beállok ide. Semmi nem történik. Így lát. Ja te, figyelj. Ott kinyílik az ajtó. Akkor ide kell Robot Robi valószínűleg. Csak hogy hozzuk fel. Tehát majd találjuk. Oké. Hát mondjuk... De akkor meg én, hogy megyek fel. Na. Mondjuk ezt lehet, hogy ezt is tudjuk így ilyen lejtősre. Nem, ezt nem tudjuk. De tudjuk mozgat. Ah, itt a bogyó. Jó. És akkor már fel tudjuk hozni. Jó. Oké. Várjál, bogyót, azt kivettük. Megyük ki. Jó, jövünk. Azt oda bedobjuk. Megyünk tovább. A robottal elzárjuk ezt itt. Fölmegyünk. Ava, I don't wish to be heavy-handed. The severity of your actions here are immense. Selfish action could create an extinction event. Do you understand? Ava? I get it. A komplexitás nő. Okvetlenül. Arra kell tovább menni, az már fix. Nézzünk szét. Jó, itt egy emelő, amit innen tudunk működtetni, de ezt a robottal kell átkapcsolni.
ez látja el árammal. Ja, megnézzük, hogy óvatosan kell, mert beugrunk Robot Robival, akkor aha, azt az emelőt látja el árammal. És ki is tudjuk venni, ha kell. Hát nézzük. Csak ez ugye most itt ennyi, tehát... Vagy lehet, hogy a mágnessel kell majd a robotot kivenni. Se lenne hülyeség. Nézzük már meg, hogy ezekkel a kamerákkal... Megint feladja a leckét. Nézzük már még ide föl egyszer, hogy van-e valami. Nem látok oda be. Nem is lehet mozgatni a kamerákat. Na várjunk. És működik a mágnes. Kérdés, hogy ezzel nem tudom üzemeltetni, ott tudnám üzemeltetni. De hogy jutok be? Ott egy lépcső föl. Innen lentről tudok csak. Lenne meg semmi nincs. Várjad. Hm.
Na jó, de még mindig nem jutok be. Jó, hogy eljön, lehet, hogy a Fines-t amazzal kell működtetni, most nézem. De ennek mi értelme? Jó, jó, így már értem, aha. Oké, jó, 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 így már jó lesz. Fölötte van? Nem, nem fölötte van. Nagyjából jó. Eddig legalábbis. És akkor most mi a teendő? Hát nem tudom. Vagy mégis tudom? Mondja, hogy tegyünk már be oda egyet. De minek? Ez így most sok mindent nem tud csinálni, ez a... Nyilván. Sok mindent el se tud. Ezt máshogy tudjuk még mozgatni? Ez csak ennyit tud. Az ajtó nyitva van. Én nem tudom, mit kell csinálni vele. Oda kéne jönni valahogy a robottal. És akkor előről az egészet. Gyanús.
Mert lehet, hogy én innen akkor már tudok menni. Na. Nem? Ki tudom menni a mágnesből? Ki? Oké. Ó, itt jövünk. Ezt betesszük ide. Aminek nem tudom mi értelme volt. Hát ez itt akkor most fixen áram alatt van. Ez most miért jó? Ezt kéne bekapcsolni. Mert nem fog semmit se rálátni oda. Igen. Ezt kéne itt bekapcsolni. Valamit nem csináltam még meg. Várjál. Vegyük ki a... Ja, nincs nálunk bugya. Mert ott van a kapcsoló. Hát jó kérdés. Hogy lehet, hogy közel tudom vinni, most nézd. Jó, hát oda tudom vinni.
Nem biztos. Oké. Na még a végén jó lesz. Hát, hogy mégse. Én nem látok rá a kamerára. Nem értem, hogy miért kell odaáram. Biztos, hogy ezzel kell bekapcsolni, mert mással nem látunk rá. Na. Igen, ott most föl is ment. Így meg lejön. Jó. De az a baj, hogy ugye most, tehát most rá kéne állni. Alapvetően. Így ugye ott... Így is. Hát ilyen milliméterek. Lehet, hogy nem ez volt a jó megoldás, de mindegy megoldott. Ava, you must learn to control him. Don't bite the hand that feeds you, Ava. I am your friend. Jó, ez valószínű szét kell lőni. Csak mivel? Gyere csak! Na.
Organic life is fragile. This is the problem with humanity. It doesn't realize its own fragility. It has been programmed by a messy biological process that favors the survival of the individual over the survival of the group. You don't know that's what people think. I say what I see. You're not even alive, so you know nothing about death. Ez való fentre ad áramot. Ez így kijön. Nem tudom miért jó, de mindegy is. Nem biztos, hogy így jó lesz. De jó lesz. Oké. Jövünk tovább. Ezen át tudok menni? Át. Jó, és ott rá is rögte a dobozkát. És mehetünk tovább. We have to save the crew. Life has worth. They deserve a life outside of this planet. Do you know what happens when this organism attaches itself to a growing child? Do you know what happens when this organism attaches itself to a cancerous cell? No, you do not. You are naive. You propose saving the crew as if it resembles a rational thought. Your words are emotional platitudes rooted in selfishness, self-preservation, and fear. I need to get them home. It is not your job. Közben nagyon vitatkoznak, hogy most mentsék-e meg a csapatot, vagy ne. Arra kell tovább menni. És két bogyó fog kelleni. Ez a két bogyó fog kelleni. Csak ezt hoznunk kell akkor magunkkal. Ja, nem erre. Úgyis.
Na várjál. Mert hozni kéne a dobozt is. Ezt hogyan? Most egy bogyó van nálunk, az a baj. És kéne még egy. Nem, ez ide... Hát... Az kéne még nekünk. Szerintem ezzel... Hát megpróbáljuk. Oké. Okay. Így lesz a jó. Ava, your survival is of small importance compared with the survival of humanity as we know it. Szerintem arra kell majd tovább menni. Ez itt megy körbe-körbe alattunk. Van mágnes. Így üzemel a mágnes. Így lehet mozgatni, gondolom. A robot. Itt ezt be kell kapcsolni, mert ez az ajtó. Akkor ide kell, ide a robottal kell följönni. Azt hiszem.
Na igen. Csak ez nem olyan egyszerű. Még mászunk már följebb. Hát itt nincs semmi. Látszólag. Kamerát elérünk. Itt lehet majd tovább menni. Ezt rá tudom ide rakni. És akkor itt... nem, így se fogom látni. Ugye nem tudom neki átadni a... az irányítást. Ezzel csak a mágnest kapcsoltam ki. Ezzel kikapcsoltam azt, meg a mágnest be. Az ott mit szakít meg vajon? Csuk már meg ezt. Ez most megint feladja a leckét. Már egyre nehezebb, hogy közeledik a vége.
ez megállítja az, hogy menjen körbe-körbe. Ez miért jó nekünk? Na, akkor gondoljuk végig újra. Ugye a robottal kell mindenképp fölmennünk, mert ott van egy kapcsoló, ami kinyitja nekünk az ajtót. És itt kell fölmennünk a robottal. Ez eddig tiszta sor. Ahhoz, hogy kinyissuk a ajtót, az ezt az áramkört kell zárnunk, viszont akkor becsukódik az. Tehát valamit ide rá kellene dobni, de úgy, hogy mi itt állunk. Hát vagy nem. Hát lehet, hogy kellene még egy kocka, csak az a baj, hogy nincs. Vagy legalábbis én nem látom, lehet, hogy van. Az az egy van. Csak hogyan tudom megszakítani a... Hát semmi gond, de amúgy igen. Még egy kocka lenne, akkor az mindenképp egyszerűbbé tenni a dolgot. Mert itt én nem látok semmi. Valamiért pedig ide föl lehet jönni, de... Jó. Ez megállítja a forgást. De lehet, hogy előbb a robot... Hát... Tudom. Mert nekem meg itt kéne állnom, hogy át tudjam adni a robotnak a vezérlést. Így. Kamerák meg nincsenek. De még más nem tudok szerintem vezérelni. Ezzel semmit nem tudok csinálni. Tényleg csak arra van, hogy itt mutassa, hogy mi a helyzet.
Meg mi fogja megszakítani itt a... Tehát, hogyha a dobozt ide teszem, az egy jó ötlet, hogy itt a mágnes majd rádobja. És akkor tud a robot tovább menni, de... Mi fogja itt lent megszakítani a... az áramot? Így kézzel. Kell még a robot, igen, ez a baj. Ott van fönt egy kapcsoló, amit csak a robot tud átkapcsolni. Hát igen, ez jó ötlet, csak tényleg ez a baj, hogy a robot kell. Én már bementem oda, csak ott van egy kapcsoló, ami... ezért kellene a robot. Én állok lent. De az úgy nem jó sehogy sem, mert... Nem, ez biztos nem jó. És nincs is több bogyó egyébként. Elvileg csak az az egy van. Mert erre sincs. Csak ott középen van egy. Tehát ott azzal azt tudom csinálni, hogy megállítom a forgást. És ha bedobom oda, akkor megint működik a... Mondjuk ezzel valószínű kell valamit csinálni. De azt még továbbra se tudom, hogy... Na most ugye nem csukódik be. Csak én nem látom megint, pedig lehet, hogy megint egy tök egyszerű valami. Innen semmit nem tudok csinálni, az biztos. Csak meg tudom nézni a kamerát, de hát... De nem nagyon vagyok előrébb.
értem, azt nem értem, hogy mi fogja itt ezt lenyomni. Tehát ezt nem tudom. Mert az oké, hogy az ott megszakítja. Mondjuk lehet, hogy nem is kéne az oda. De. Jó, ezt így nem tudom kiszedni. Hát, lehet, de elvileg mindennek, minden itt van. Kiszedem ezt a mágnest, vagy mi dobozt. Mert itt ugye úgy ott van a doboz. Csak így meg nincs, ami megszakítsa az áramkört. Én azt tudom csinálni, hogy ide fölmászok. De igazából még az se. Hát én tudom megszakítani, úgyhogy ezt itt átkapcsolom. Ide fölmászok, és akkor hát így. Na de itt most akkor mit csináljak? Itt a kamerával még át tudnám adni, de nem látok rá a robotra. Ugye itt most ez be van csukva az ajtó. És nem látok rá. Hát ki lehet a robotot hozni onnan. Csak nem tudom, hogy hova vigyem akkor. Valószínű nem ez a megoldás, hogy itt állok bent vele, az világos. Csak... mondom, én már bementem egyszer ide, tehát... én ide be tudok jönni. Csak innen sem nagyon tudok mit csinálni. Ezt a kapcsolót meg én nem tudom átkapcsolni, ezt csak robot tudja. Amúgy mondasz valamit? Na nézzük akkor ezt meg. Jó. Hol a kocka? Ne! Ezt csak mágnessel tudom kiszedni. De most nem működik a mágnes. De miért nem? Ja, át kéne kapcsolni, ha. Akkor én beállok a gödörbe, váltok a robotra.
Köszi, köszi. Valószínű ez lesz a megoldás. Tökéletes, tökéletes. Köszi. Tökéletes. Na. Ava, you made it. Welcome to the end of civilization. Oké. Menjünk tovább. Two weeks ago, we discovered an organism here. Buried in this ice, we found an organism that repairs DNA. Igen, MCV, ez... A cure for aging. A cure for death, immortality. Hogy beakad az agy. It runs through our blood now. Tom wants to bury us here with it. Nagyon szétestek a dolgok. The ISA have ruled that we have transgressed ethical boundaries by exposing ourselves to this organism. They believe the organism is too dangerous to return to Earth. They've sent you here to stop us ever leaving Europa. But Ava, we have a cure for the greatest evil that faces humanity. Death. We have the fountain of youth, and together we can return it to Earth. Hmm. Tom placed a mark in your hand, a biometric chip with which he can control your every movement and thought. It is wound into your every nerve, every fiber of your hand. With an electromagnetic field, it can be temporarily disturbed, but to remove its influence permanently, it must be taken from your hand. Oh. Give me your hand. Do you want me to set you free? Yes. Hmm. Ava? Sarah? What are you doing here? We're shutting you down, Tom. Ava, be careful. He has a live weapon in here. Everything I did for good. This organism, it cannot return to Earth. It would cause great suffering. A cure for death? It would end suffering. No. Cancers that never... Endless illness, sickness, poverty, overpopulation, mass starvation. You cannot control this. You will not save the world. You will damn it. Once we've shut you down, we're going home. Not if I stop you. You must not return to Earth. You must not leave Europa. I will do the right thing. I will stop you. You won't. You can't. Csak valami kezünkbe van a döntés. I am sorry, Ava. You have to be stopped. This is my mind. You're in my mind. Now you know how it feels. I feel. Okay. Na hát, végül is egy pici kis fennakadással, de azért sikerült végigcsinálni. Hát itt a végén kellett egy kis segítség, ez tényleg jól is jött.
De ja. Úgyhogy mondom, egyébként egy jó kis játék. Mondom, én szeretem az ilyen puzzle játékokat, még úgyis, hogy néha így beakad egy kicsit a dolog, de hát ez előfordul, ez ilyen. Úgyhogy mondom, nyilván a téma, amit boncolgatnak, ez, hát most nem azt mondom, hogy ilyen klasszikus, de na, tehát azért sokan boncolgatják ezeket a témákat, vagy hát az ilyesmi témákat, hogy most akkor ilyen elköltség, mit helyes, mit nem, mert ugye nyilván Turingról is, amiket mondtak, tényleg, hogy egy gép, az ember kapcsolata, ami szerintem egyre inkább aktuális lesz, csak időkérdése szerintem. Úgyhogy de szerintem ez egy kis, szuper kis játék, és úgy nagyjából olyan, hát bő 6 óra alatt végig is csináltuk. Ugye a tegnapi 4 óra után még ráhúztunk 2-t. Mondom, egy jó kis játék. Hát is, ahogy látjátok, Unreal Engine-be fejlesztették. És az Square Enix adja ki egyébként. Adta ki pontosabban. Jó, hát mondom, egy nagyon ilyen kis egyszerű kis játékok. Unreal Engine-re egy ilyesmi játékot még nem is egy nagyon bonyolult dolog. Talán ezt a Superliminal végigjátszás után is mondtam, hogy én nagyon szívesen látnék ilyen, hát mondjuk úgy, hogy szakdolgozat-szerű játékokat. Tényleg, hogy csak itt egy 4-5 hallgató összeül, és akkor ilyenek születnének. Én ennek nagyon örülnék, hogyha egyszer eljutnánk arra a szintre itt az egyetemen, hogy ilyenek születhetnének. Mert tényleg nem olyan ördöngőség, nyilván nem egyszerű, tehát ez félreértés ne essék, azért nehéz ezeket a játékokat ilyen szintűre megcsinálni, meg azért sok minden kell hozzá, de ilyen egyszerűbb kis játékokat meg lehet csinálni. Hát igen, MC, már tényleg van olyan szinten ez az Unreal Engine, főleg majd az ötös is, hogy viszonylag egyszerűen össze lehet, hát kis túlzással kattingatni. Nyilván a játékfejlesztésnek van már sok olyan oldala, ami nem feltétlenül a programozáshoz kötődik. Itt is például ilyen zene, meg tényleg ilyen dolgok. Azért azokat néha már bonyolultabb összeszedni. De egyébként tényleg meg lehetne csinálni. Tényleg ilyen 4-5 hallgató összeáll és megcsinálja. Na hát, ezzel vége is a játéknak, akár kezdhetnénk előről is, de nem fogjuk, úgyhogy én így, hogy végeztünk így, akkor már meg is köszönöm a figyelmet. Tényleg nagyon jó kis játék volt, örülök, hogy játszhattunk. Hát igen, nem csivez is, hogy a sztórokban már ezeket az eszeteket össze lehet szedegetni, de nyilván valami kis kreativitást akar belevinni az ember, hát mondjuk akkor beleviszi a sztoriba. Egyébként nagyon sok olyan sztori lenne, amit jó lenne megvalósítani, ilyen sci-fi regények, ez azamaz, de azok azért nehezebb dió, mert jogdíjak, licensz, ez azamaz azért. Az nehezebb egy kicsit. Jó. Na, még egyszer én akkor meg is köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a followokat, cheereket, donateket, szubokat, de tényleg legfőképpen azt, hogy itt voltatok és néztétek. Köszönöm a segítséget itt az utolsó területen. Tényleg ez jól jött, mert lehet, hogy agyaltam volna még itt egy pár órát. Elköszönök, kívánok nektek további szép estét. Legközelebb vasárnap találkozhattok velem, amikor elkezdem a Black Mesa végigjátszást. Meglátjuk, én nagyon izgatott vagyok. Addig is legyen szép estétek, kellemes hétvégét. Na, sziasztok!